továbbra is az a veszély, amely Európára, Magyarországra leselkedik, az nem, hogy nem csökkent az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt fél évben, hanem újra egyre inkább erősödik. És ennek következménye az, hogy egyre nagyobb problémák alakulnak ki, akár határ mentén, akár határon belül. Éppen ezért teljesen természetes az, hogy amikor segítő kezet nyújtunk menekültek, migránsok irányában, akkor elvárjuk azt is, hogy mindenki tartsa be a törvényeket. Mindenki tartsa be egy-egy országnak, így most, ahol vagyunk, Magyarországnak a jogszabályait. És ugyanúgy szeretnénk azt üzenni, hogy az az agresszivitás, ami megjelent adott esetben egy táborban, ami megjelenik a határon időnként, az nem elfogadható, hiszen ezzel nem az embereknek a jó szívét, nem a segítőkészségét fogja kivívni mindazoknak a viselkedése, akik ezt teszik, hanem pont az ellenkezőjét. Holott pedig a segítségre mégiscsak szükség van. Segítségre akkor is szükség van, hogyha embercsempészek próbálnak családokat tönkretéve áthurcolni Európán, hogyha embercsempészek kihasználva sok-sok családnak jóhiszeműségét tesznek tönkre, gyermekeket, kicsinyeket, időseket egyaránt, és ennek ellenére, hogy őket kizsákmányolják, ennek ellenére, hogy elveszik sokszor szinte minden vagyonukat, nekünk, magyar embereknek, és nem csak a magyaroknak, hanem nemzetközi összefogással segítenünk kell. Éppen ezért ki kell jelenteni, és bizonyítjuk is minden egyes támogatással, hogy a magyar kormány az elmúlt évek során karitatív szervezetekkel közösen következetesen cselekedett, és adományozott, és támogatott.